Otthonunkban általában az egyszerűbb, sokak által jól ismert festékek is megfelelnek, ám vannak olyan helyszínek, ahol különlegesebb termékekre van szükség. Kórházakban, éttermekben, orvosi rendelőkben, illetve minden olyan helyszínen, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniára, baktérium és penészáldó termékeket alkalmaznak. De hogyan kell ezeket a festékeket megfelelően használni? Ma ezt fogjuk nektek megmutatni. Én Vasvári Lili Kinga vagyok, üdvözöllek titeket az Online Festő Akadémián. A mai Online Festő Akadémia rész azért nagyon különleges, mert itt vagyunk a Trilak Test Laborban, ahol üzemi körülmények között próbálhatjuk ki a mai terméket. Ebben ismét Horváth József, a Trilak Festő Akadémia vezetője lesz a segítségünkre. Mit tudsz elmondani a mai termékről? Egy nagyon különleges új terméket fogok bemutatni. Az a neve, hogy Hera Bacteria Resist. Ez egy speciális beltéri falfesték, amely a baktériumok ellen lett kifejlesztve. Ellenáll, illetve elpusztítja a felületén megtapadni akaró baktériumokat. Hogyan zajlik a színkeverés folyamata? Először színt kell választani a színkártyából, ez ízlés szerint, vagy előírás szerint lehet, kétféleképpen is történhet, van, ahol előírják, hogy milyen színt kell használni, valahol pedig vagy lakberendező segítsége, vagy színtervező program segítségével lehet színt választani, és ha az megvan, akkor a színkártya jön, erről kell a színt még beazonosítani, és erről a színkóddal kell a festéküzletbe menni, és akkor ott a színkeverőgépen színre fogják keverni a festéket. Ez a Voice of Color, a TPG-nek a saját színeit tartalmazó színkártya, ez 2000 szín, mondhatjuk ez alapnak, de ettől még sokkal több színkóddal tudunk színt keverni, tehát más színkódokat is ki lehet keverni kívül, tehát nagyon széles a repertoár. Korábban már többféle felület, többféle előkészítésével megismerkedtünk. A mai alkalommal mire kell odafigyelnünk? A mai alkalommal egy falat készítettem elő, amelyen bemutatom, hogyan kell a rétegrendet egymásra építeni, és akkor így a szakemberek már látják, illetve aki szeretne otthon festeni, az látja, hogy hogyan kell használni a terméket. Mitől speciális ez a termék? Aktív ezüstionokat tartalmaz a festék, ez egyedi, a PPG-Trilaknál nincs hasonló típusú festék a szortimentünkben. Ezek az aktív ezüstionok a baktériumot pusztítják el. Milyen felületen érdemes használni ezt a terméket? Minden olyan lakókörnyezetben, illetve egészségügyi intézményben, ahol antisztatikussá kell tenni a felületet, tehát ne tapadjon meg a por a felületen. Kórházak, egészségügyi intézményekben, ahol fontos az, hogy a fertőzés veszély az minimális legyen, vagy nulla legyen. Rendelkezik a festék olyan tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy ilyen intézményekben ezt a terméket lehet használni. Túl vagyunk az alapozáson, milyen eszközöket használtál ehhez? Minden latex festék az alapozóhoz is, ez egy latex alapozónk, mikroszálas hengert kell használni, ez itt a kezemben az egy mikroszálas henger, ennek a jellegzetessége minden gyártólan egyforma, két piros csík fut rajta keresztbe, és egy ilyen 8 mm-es kis bundája van, és ezzel nagyon szép struktúrát lehet kialakítani, és nagyon fontos, hogy a latex festékeknek ki kell terülni, homogénné kell válni a falon, és ez a henger tudja a legszebben ezt megtenni. És így lesz az esztétikus az alapozás, és utána pedig a festés is majd. Alapoztunk már többször többféle felületen, viszont ennek az alapozásnak most van színe. Ez miért van? A Hera 3 az egyben alapozó festékünk, az egy, hogy fedőképességgel is rendelkezik, tehát nem egy színtelen áttetsző alapozóról van szó, hanem egy fedő alapozóról van szó. Színe lehet keverni színkeverőgépen, és a falfesték színéhez közeli színt választottunk ki a színkeverőgépen, és akkor ezzel megegyezővé lehet tenni. Minél hamarabb fedjen a festék, amit már kiválasztottunk szín, közel viszi hozzá, és így biztos, hogy kettő rétegben majd a festék már el fogja fedni az alapfelületet. Volt egy lettelt falfelület, mögöttem volt egy fehérre festett falfelület, ezeken a felületeken egyaránt alkalmazható ez a festék, tehát ha már korábban fest volt, akkor is kell alapozni, és ha még nem volt egy lettelt, és utána csiszolás történt, akkor is használni kell, csak akkor lesz megfelelő minőségű a festésünk, hogyha
alapozást végrehajtjuk. Kell még tudnunk valamit esetleg, vagy nekikezdhetünk a festésnek? Elég jól körbejártuk ezt a kört, és szerintem lehet a festést most már kezdeni. Vagyunk az elkészült fal előtt. Milyennek a különlegessége? 3-4 óra teljes elszáradása, még nem igénybe vehető, mosás és feltöltöníthető oldalon, hanem el kell telnie 2 hétnek ahhoz, hogy ez a tulajdonsága aktivizálódjon. Onnantól kezdve lesz már a festék terhelhető, mondjuk ha rácsöppen a kávé, vagy egy kis csoki rákerül, vagy összemacatolják a gyerekek, akkor onnantól már tisztítható lesz. A fertőtlenítő hatása az már a 0. perctől aktív, tehát az most már kifejti hatását, 3-4 óra múlva megszárad, és akkor ez a tulajdonsága az már működik a festéknek. Köszönjük, hogy megnéztétek az Online Festő Akadémia legújabb epizódját. Iratkozzatok fel, hogy a többiről sem maradjatok le. Sziasztok!